ha Niedermüller Péter, a DK uniós képviselője tegnap nem is beszélt volna arról, hogy Polt Péter fő feladata a Fidesz korrupciós ügyeinek a kimosása, hát most gyakorlatilag ugyanezt elmondta az imént Molnár Csaba, és erre szeretett volna reagálni az ügyészség, és itt is van Szoboszlai Szász Richárd főosztályvezető. Jó reggelt kívánok! Köszönöm, hogy eljött. Pontosan tisztázzuk, hogy melyik főosztályról? Kiemelt korrupciós és szervezett bűnözés elleni főosztályt. Remek, ez azért most akkor eléggé stimmel itt az előző mondatokhoz, és gyakorlatilag ugyanazt mondtál most Molnár Csaba, mint az összes ellenzéki politikus, hogy az ügyészség kimossa a Fidesz korrupciós ügyeit, és erre számokat is mondott, azt mondta, hogy 30 Fidesz érintő bejelentésükből semmivel nem foglalkoztak. Hát ez tényszerűen nem igaz. Magára a kijelentésről csak annyit, hogy bírósági döntéseket ítézve ezek valójában érték és valóságtartalom nélküli politikai vélemények. Tehát a mint objektív... az, hogy fideszes az ügyészség, ugye ezt már természetesen lehet mondani. Igen. Objektíve nem lehet mondani, mert ugye ezek nem tényközlések, ezek mind politikai vélemények. Tehát aki igazság talajánál, aki a valóságról beszél, aki tényeket közül, az ilyet nem mondhat, aki nyilván egyén érdek mentén véleményt nyilvánít, annak meg a szabad ízlése, hogy miről nyilatkozik. Bontsuk szét a dolgot. Először beszéljünk az Olaf beszámolóiról és ajánlásairól, mert hogy itt elsőképp Niedermüller Péterrel tegnap erről volt szó, és ő azt mondja, hogy egy 2015-ös Olaf jelentés szerint Magyarország élen jár a korrupciós ügyek listájában. Egy korábbi Olaf beszámolóból meg az derül ki, hogy 2008 és 15 között a feltárt esetek negyedében tettek csak lépéseket a magyar hatóságok. Az ügyészség konkrétan. Hát egyrészt ezek tényszerűen valótlan állítások, másrészt pontatlan statisztikai adatolvasásnak nevezném. Egyrészt a vizsgált időszak az 2009, illetőleg 16 közötti. Másrészt beszéljünk a tényekről, amit egyébként az Olaffal rendszeresen egyeztetünk. Kesslerről itt volt, személyesen ezeket átbeszéltük. A tények a következők, tehát az Olaf ebben az időszakban 33 ajánlást, 4 jelzést tett. Ezekből az ajánlásokból és jelzésekből jelenleg 8-ban történt vádemelés, 7-ben szüntettük meg az eljárást, a többiben pedig az eljárás, a nyomozás még folyamatban van. Ezért az eredményességünk az nem 44%, és ez szintiszta matematika, hanem 53%, ami egyébként felette van az uniós átlagnak. Eredményesség alatt mit értünk? Amit az Olaf ért. Tehát az Olaf az eredményességen a bíróság elé került ügyeket tekinti. És ebből a halmazból kiveszi a folyamatban lévő büntető eljárásokat. Ami de azt mondta, hogy 33-ban 4 került vádemelési szakba. 4 az ajánlások száma, 8 került vádemelési szakba. 8. Uh-huh. Tehát 80 bíróság előtt, ebből már 2-ben ítélet is született, és 7 eljárásban került sor a nyomozás megszüntetésére. Viszont azt szintén az Olaf mondja, hogy vannak olyan sajátos országok, mint Magyarország, ahol az Olaf ügyek pénzügyi hatása 4-szer akkora volt, mint a nemzeti nyomozásoké. Lefordítom magyarra. Az Olaf jobban számon tartja az uniós források felhasználását, mint a magyar hatóságok. Ez megint a statisztikai adatszolgáltatás, illetőleg ennek a vizsgálatába keresendő. Mondok egy tényszámot, amelyet az Olaf nem is tud, és ezt a itt létükkel egyeztettünk. Van egy ügyünk, egyébként a sajtóban is megjelent, jelenleg bíróság előtt van, körülbelül 100 vádlottal, ez mezőgazdasági támogatásokat érintő visszaéléseket jelent, amit bűnszervezetben követtek el. Csak ebből az ügyben legalább 1,5 milliárdos az elkövetési érték, de a magyar hatóságok kezdeményezése kapcsán legalább 1 milliárd kiutalását sikerült megakadályozni. Ezt az Olaf nem vizsgálta, nem tárta, ez saját hatósági tevékenység eredménye ez az ügy. Tehát még egyszer mondom, ezekben a számokban, hiszen a statisztikai adatszolgáltatás és merítés mértéke és forrása más, lehetnek az eltérések. De még egyszer mondom, ezt az Olaffal mi tisztáztuk, tehát amire én beszélek, ezek már egyeztetett tényszámok. Akkor miért van olyan érzése sok magyar állampolgárnak, hogy lehet, hogy egyébként valóban zajlanak ilyen vizsgálatok, amik a statisztikában jól mutatnak, de ami a kormányzatot érinti, ami a fideszes holdudvart érinti, abban nem nyomoznak olyan buzgón, és például itt a Tiborcz István miniszterelnöki vő korábbi közvilágítási pályázatát szokás elsőként emlegetni, ahol szintén van Olaf vizsgálat. Volt vizsgálat. Még egyszer mondom, a
a pályázatok és a pénzköltéseknek a célszerűségi ellenőrzése az nem a büntetőeljárás feladata, az egészen más kérdés. Hogy úgy mondjam, ezek ez nem csak célszerűségi kérdés, amikor Hatházi Ákos, az LMP politikusa ezt elsőként felvetette, azt mondta, hogy itt fennáll a gyanú, hogy a cégvezetés előre egyeztetett az önkormányzattal, és úgy kapták meg ezt a bizniszt. Ez nem hatékonysági kérdés. De az egyeztetés, tehát minden egyes projektnél történnek egyeztetések. Jó, de még ha egyszer, csak nem, egy ember egyeztethet, azt nem büntetőjogi kérdés. Nem. Megint összekeverjük, és tendenciózus azt, hogy összekeverik a különböző bűncselekményeket. Niedermüller Péter úrnak is a nyilatkozatában tendenciózusan elhangzik, hogy például az Európai Ügyészség az korrupciót fog vizsgálni. Szó sincs róla, a költségvetési csalást fog vizsgálni. Az Olaf sem korrupciós cselekményeket, eseményeket vizsgál, hanem csalásokat, európai csalás elleni hivatal, tehát a költségvetési csalásokat vizsgálja. Illetőleg a korrupciós bűncselekmények, az a 9, amit a magyar BTK tartalmaz, semmi köze ezekhez az említett esetekhez, hiszen ott nem merült fel sehol bárki bármilyen előnyt kért, vagy adott át másnak. Ezekben a projektekben a vizsgálat tárgya tipikusan az, hogy ezeket a beruházásokat túlárazták-e, vagy sem. Hát általában a költségvetési csalás, a túlárazás, azt a köznyelv korrupciónak hívja, hát mert abból fakad a túlárazás, itt. Hogy nem, az nem, valakinek szó sincs róla. Ez az egyén, illetőleg magának a közgazdaságnak az alapelve, hogy hát mindenki a maximális haszonra törekszik ezekben az ügyekben. Hát oké, csak ez közpénz. Hát a közpénztől ez teljesen független, tehát ezek objektív alapok. Tehát egy vállalkozó a adott projektnél próbálja elérni a maximális árat. De még egyszer persze, mondom... de hogy egy állam és egy önkormányzat a maximális árat kifizeti-e, vagy nem, az alapjog a közpénzvédelme. Alapjogelv az, hogy egyébként a tulajdoni formák között nincs különbség. Most ezt nem mondja komolyan, hát hogy egy állami önkormányzati megrendelőnek nem dolga ugyanazok az, hogy minél alacsonyabb költségen nem vegye mondom, meg ugyan nem ezt mondom, a legjobb nem ezt szolgáltatást. Mondom, de ezekben az ügyekben, még egyszer mondom, korrupciós szál ott merült fel, ahol mi feltártuk. Ez tipikusan egyébként az Alstom ügy, és van még két ilyen ügyünk, ahol gondoltam, ezzel kapcsolatban. Gondoltam, hogy az Alstomot emlegetni pontosan fogja, de emlegessünk másik ügyeket is, amik nem uniós kitekintésű ügyek, vagy legalábbis nem Olaf foglalkozik velük egyelőre. Például sokan nem értik mondjuk Demeter Márta sem, hogy az azeri folyószámláról érkező magyarországi pénzügyében miért gondolja azt, hogy az ügyészségnek semmi dolga nincsen. Ugye itt arról van szó, hogy 9 millió dollár érkezett egy magyarországi offshore számlára, pont éppen akkor, amikor az azeri baltásgyilkost kiadtuk. Még, tehát a büntetőeljárásnak kötött szabályok van, az nem az én gondolataim vagy elképzeléseim alapján folyik egy eljárás, ennek megvan a törvényes alapja, ez pedig a gyanú. A gyanúhoz meg konkrét ellenőrizhető adatok kellene. Az újságcikkek nem elegendőek, csak végig kell olvasni. Az újságcikkek, tehát ezekben én nem látok semmiféle konkrét adatot arra, tehát hogy... az, hogy az azeri diktatúrából, az azeri miniszterelnök helyettes fiának az offshore eredetű számlájára érkezik 9 millió dollár. Ez mondjuk a pénzmosásról, a terrorizmusról szóló törvény alapján nem kelti fel a magyar ügyészség figyelmét. Nem az ügyészség dolga. Nem az ügyészség dolga. Az ügyészség az vádhatóság. A bizonyítókok felkutatása, összegyűjtése, rögzítése az nyomozóhatósági feladat, a pénzmosással kapcsolatos... A rendőrség és a NAV munkáját az ügyészség felügyeli. Hogyha van nyomozás. Ja, értem, tehát ha nincs nyomozás, akkor az ügyészség nem tud semmit tenni, mint felügyeleti szerv. A nyomozás az hivatalból vagy feljelentés alapján. Nekem hivatalos tudomásom ezekről, amit ő mond, nincsen, és ezekben feljelentésre... Megmondom őszintén, nem olvasok újságot, de meg az újsághírek... Mondjuk, ezt tudom ajánlani, az nem rossz. Az újsághírek, azok egyébként ténytartalommal különösebben, tehát a megalapozott gyanúhoz általában nem elegen. Nem az ezt jelent, hogy... hogy például Mengyi Roland ügyére biztos emlékszik, a 168 óra derítette föl, ott elég volt egy hosszabb oknyomozó cikksorozat, és ott hogyhogy nem eljutott vádemelésig az ügy. Hát és az ügyészség egy újságcikk alapján. Az oknyomozó cikksorozat az egyébként a már megindult és folyamatban lévő nyomozás adatait szerezte meg, és azt hozta nyilvánosságra, semmi köze a kettőnek egymáshoz.
Tehát a nyomozás megelőzte az oknyomozó felékenységet. Mi kéne ahhoz, hogy az Azeri ügyben valamit mozgolódjon egy magyar hatóság? Hát olyan feljelentés, amire egyébként nyomozást lehet elrendelni, vagy olyan hivatalos tudomásszerzés. Még egyszer mondom, ez nem az ügyészi tevékenység része, erre megvannak az arra hatóságok, ami alapján nyomozást kell elrendelni. Holnap, ha egy ellenzéki politikus feljelentést tesz, akkor az rendőrség elkezd nyomozni, az ügyészség is. Mondom, ha a büntetőeljárásban írt feltételek, a BS-170-ben írt feltételek fennállnak. Tehát egy hatósági aktus a nyomozás elrendelése, mert ennek törvényes feltételei vannak. Még egyszer mondom, a pletykák, hírek, azok nem ebbe a körbe tartoznak. Újságcikk, ahol konkrétan megmutatták, hogy melyik számlaszámra hogyan mennyi pénz érkezik az önök kategorizálásában, pletyke? Én ezeket nem láttam. Átlátszó.hu. Nem tudom. Átlátszó. Nem nehéz rákeresni. Az átlátszóról csak annyit, hogy egyébként a Európa Parlament Költségvetési Bizottsága kapcsán Jávor Benedek úr megint előhozta a korrupciós ügyekben tett hatósági intézkedéseket az átlátszó cikkére hivatkozva, amire konkrét célvizsgálatunk volt, ami a ügyészség honlapján a mai napig fellelhető, és konkrétan cáfolni lehetett az összes állítást. Nem, hogy cáfolni, hanem az ellenkezője igaz. Tehát, hogy a korrupciós cselekmény nem az, hogy hát csökken a nyomozás elrendelése számára. Akkor milyen jól rendelek, mert azt az Azeri korrupciós vagy nem korrupciós pénzt, hogyha vizsgálnák. Hát magukat is tisztáznák, esetleg ezeket a kormányzati összefüggéseket is tisztáznák, nekem mindenki jól járna vele. Nem kell magam tisztázni, nekem el kell járnom, hogyha a törvényes feltételek fennállnak. Tehát még egyszer mondom, tény és érték ítéletre tekintet nélküli híresztelésekkel alapvetően nem foglalkozunk. Visszavárjuk, ha lesz feljelentés. Köszönöm, hogy eljött. Köszönöm szépen.